Sziasztok! A mai alkalommal a megforgatás parancsot fogjuk áttekinteni. Háromdimenziós sziráltest vagy felület létehozása a 2D vagy 3D görbe tengely körüli söprésével. Ez a parancs rövid összefoglalása. Nézzük meg a gyakorlatban, hogyan kell végrehajtani. Először is rajzoljunk egy forgatási tengelyt a vonalparancsal, ezt tetszőlegesen elhelyezhetjük a modelltérbe. Majd ezután egy spline görbével azt az alakot írjuk le, amelyet a tengely körül meg szeretnénk forgatni. Én most valami ilyesmi alakzatból szeretnék kiindulni a térbeli objektum létrehozásához. Adjuk ki a megforgatás parancsot. Itt először ki kell választani a megforgatandó objektumokat, objektumot, ráklikkelek a spline-ra. Ezután ütök egy entert, kiválasztom az objektum opciót, hiszen a megrajzolt egyenes körül szeretném megforgatni a spline görbét, és már is láthatom, hogy be tudom állítani az egérrel interaktívan a forgatásnak a szögét. Leggyakrabban ez 360 fok, ez az érték a kacsacsőrök között szerepel is, de a rend kedvéért begépelem. Entelt tütök, létre is jött az első sziráltestünk. Klikkeljünk rá, és nézzük meg a tulajdonságait a tulajdonság ablakban. De meg egy pillanatra. Ez nem sziráltest lett, hanem felület megforgatás útján. Na, vonjuk is vissza az eddigi munkánkat, hiszen mi sziráltestet szeretnénk csinálni. Ehhez most az egyszerűség kedvéért lépjük meg azt a lépést, hogy a spline görbe első pontját és a spline görbe utolsó pontját az egyenesthez édeztem. Így most már biztos, hogy a görbe, hogyha megforgatom az objektum körül, egy zárt egységet fog alkotni. Adjuk ki újra a megforgatás utasítást, megadom a spline görbét, lezárom enterrel a kiválasztást, objektumot választok, megadom a vonalat, és már látható is, hogy bizony ez egy tömör test lesz, körbe tudom forgatni 360 fok, enter és tadám, valóban elkészült az első szilárd testünk megforgatás útján. Ha ráklikkelek, akkor itt már láthatom, hogy valóban egy szilárd testet hoztam létre. Nagyon röviden és tömören a megforgatás lényege már a videóban szerepel, de megnézzük még a hátralévő pár percben, hogy milyen opciók vannak még a parancs paraméterezéséhez. Kezdjünk is hozzá! Nem mindig szükséges egy tengelyt rajzolnunk, egy térbeli objektumot, ami körül meg szeretnénk forgatni a kontúrunkat, hiszen az XYZ tengelyek a legtöbb esetben ezt a célt be tudják tölteni. Kitörlöm az objektumot, meg a vonalat, és most egy kicsit úgy húzom a koordináta rendszert, hogy lássuk a három tengelyt jól itt középen. Rajzolok megint a spline görbe segítségével, tehát a spline parancs segítségével egy kontúr vonalat. Lezárom, és ezt a vonalat szeretném az X tengely mentén megforgatni. Kiadom most a parancsorban a megforgat utasítást. Kielőjük a sprame görbét, Enter, majd most nem az objektumot, hanem az X-tengelyt fogom választani. Már is lehet pörgetni, egérrel megadni a forgatás szögét, ez 360 fok, elkészültünk. Eltanom egy kicsit a nézetet, és elforgatom. És lehet látni, hogy valóban a vörös X-tengely mentén forgattuk meg a kontúrvonalat. Oké. Okay és az is látható, hogy ebből is egy felület lett. Jó, vonjuk vissza, és most e forgassuk el ezt a görbét az Y tengely mentén. Nagyon hasonló, a, lé hasonló lépéseket tudjuk ezt megtenni. Megforgat, utasítás, Y tengely, 360 fok, tak, 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 ugye csak az enter kattogását hallottuk, hiszen már mindent tudunk, és egy nagyon érdekes tányér formát tudtunk létrehozni a parancs segítségével. Ugye ez is egy felület lett. Vonjuk vissza, és most egy picit elmozgatom ezt a spline görbét a mozgatással, úgy, hogy ez a zöld y-tengely metze. Csak azért, hogy lássuk, hogy nem mindig és minden esetben ilyen automatikus ez a forgatás. Hiszen ha most kijelölöm, kiadom a megforgat utasítást, és az Y tengely mentén szeretném forgatni, akkor azt mondja nekem az autóket, hogy hoho, -ho, a kiválasztott objektum nem forgatható meg. Miért? Mert az Y tengely elmetszi a kontúr görbénket, azaz nem lehet a forgatást exactul, egyértelműen, végrehajtani. Ezért ilyen esetben el kell forgatnunk, ugye ha egy nagyon picit elforgatjuk, akkor már is meg tudjuk forgatni, hiszen ezt láttuk az előző példában. Van a harmadik tengelyünk, az E tengely, ami körül szeretném forgatni, ahhoz ez a kontúr nem lesz megfelelő, hiszen ezzel csak egy síkot kapnánk, hogyha az E tengely mentén megforgatnánk, ezért most kitörlöm, és rajzolok egy nagyon egyszerű kontúr alakzatot a ZY tengelyre, vonalparancs, F8-a bekapcsolom az ortót, és akkor szépen rajzolgatok egy ilyesmi profilt, megmozgatom a nézetet, oké, látható, hogy ebből valami lesz, bár ha nem is pontosan rajzoltam, de elfogadhatónak tűnik kijelöljük, ugye amire még fölhívom figyelmet itt a kijelölésnél, hogy vonalakból hoztam létre ezt a profilt, amit a Z-tengely mentén meg akarok forgatni, kiadom a megforgatás utasítást, kijelölöm a vonalakat, Enter, Z-tengely, és már is történik a forgatás, 360 fok, és elkészültünk. Ha most ráklikkelünk az egyes lapokra, ugye ezzel már is árultam, hogy egy felületet hoztunk létre, akkor szépen ki lehet törölgetni a felület elemeket, ami esetleg lehetnek olyan rajzfeladatok, rajzfeladatok ahol ez egy elfogadható, sőt célja a megforgatás parancs, hogy ezt kapjuk, de legtöbb esetben szirált szeretnénk létrehozni. Ehhez pedig azt kell tennünk, hogy egy ö, ö, vonalláncot vonal hozzunk létre, tehát össze kell fűzni a vonal szegmenseket, jelöljük ki, és a módosításnál az egyesítés opció, tehát az egybefűz parancs segítségével fűzzük őket össze, 3D-s vonalláncot kapunk, kijelöljük, kiadjuk a megforgat parancsot, Z tengely, és 360 fok, tadám, szilátest. Azért mutatom ezeket a példákat, hogy lássuk, hogy ha bár mi sziráltestet szeretnénk létrehozni, ha nem elég pontosan szerkesztünk, vagy valami hiba, hiba csúszik a szerkesztés menetébe, akkor sajnos lehet, hogy felületet fogunk kapni, és sok időt fogunk eltölteni az interneten, azt kutatva, hogy felületből hogy lesz szilárd Pedig igazándiból valamint mi rontottunk el ö, a feladat megoldása közben. Jó, visszavonom, és nézzünk meg még pár opciót. Hopp, belezumoltam. Megforgatás, kijelöljük, z tengely és itt nézzük meg a forgatásnál a kezdőszöget, ugye vagy ráklikkelek a gombra, vagy begépelem azt, hogy KE, ez azoknak jó, akik vakon gépelnek, mint minden profi autókedes KE, és megadjuk a kezdőszöget, legyen ez most 45 fok pozitív irányba, és ehhez képest adjuk meg a 180-as forgatási szöget, és már is látható, hogy ugye egy eltolás után kezdte csak megrajzolni az autóked, a szirál testet. Azt gondolom, hogy aki a forgatásban jártas, és a síkbeli rajzolással tisztában van, ott is ezek elérhetőek, ezek a funkciók, így nem hiszem, hogy erre több időt kellene szánnunk. Nagyon röviden ezen a megforgatás parancs, köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem, és haladunk tovább a 3D tervezés alapjainak a megismerésével. Legyetek velem legközelebb is itt,